Jól haladnak a felújítási munkálatokkal a Gyergyószentmiklósi Örmény katolikus templomnál. A külső munkálatok már befejeződtek, restaurálták a műemlékvédelmi épület orgonáját és vitráliáit. Most a freskók és az oltárok felújítása következik. Felújították Gyergyószentmiklós egyik meghatározó és ikonikus épületét, az Örmény katolikus templomot. A feljegyzések szerint korábban kápolna állt a templom helyén, melyet az 1600-as évek közepén ide települt örmény közösség 1716-ban vásárolt meg. 1730-ban az épületet lebontották, és mindössze 3 év alatt készült el a jelenlegi templom. A templom műemléknek számít, így a felújítása különös odafigyelést igényel. A plébános szerint a támogatások nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Hargita megye műemlékes pályázatának és egyháztámogatási programjának keretében nagyon sok támogatás érkezett ennek a műemléknek, a műemléktemplomnak és együttesnek a felújítására, és tulajdonképpen ennélkül ez a templom talán ma nem lenne látogatható. Azt is hozzátette, hogy a műemlékes pályázatoknak köszönhetően a vitráliákat és az orgonát is sikerült restaurálni, a későbbiekben pedig a templom belső felújítását tervezik, a freskók és oltárok restaurálását, amelyeket 1899-ben Szirmai József festőművész készített.